Bemutatnám a panelbeszélgetés résztvevőit. Dr. Farkas Zsuzsanna a SZETA Egertől, Komáromi Mátyás a Gyökerek és Szárnyak Alapítványtól, és Foltányi Zsuzsa az Ökotárs Alapítványtól. A témák összeállítása során figyelembe vettük már a Kárpátok Alapítvány eddigi tapasztalatait, valamint a projekt során felmerült kérdéseket, olyan dolgokat, amire mondjuk leginkább kíváncsiak a szervezetek képviselői, amiben esetleg segítséget tudtok nekik nyújtani. Első körben szeretnék kérni egy kis bemutatkozást tőletek. Tegeződhetünk a beszélgetés folyamán. Köszönjük szépen. Tehát szeretnénk kérni egy kis bemutatkozást tőletek a szervezetetekről, valamint hogy milyen munkát végeztetek eddig, milyen eredményeket értetek el a kis közösségek terén. Egymást az érzünk, nagyon bátrak vagyunk. De Melinda megszólított, hogy igen, hogy lehet így hallani, vagy kapcsoljam be a mikrofon? Mi halljuk? Nem kell kapcsolni, csak beszélj vele. Tehát akkor Melindától kaptam egy biztatást, hogy akkor kezdjem én. Akkor a SZETA EGRI alapítványának vagyok a szakmai vezetője, meg kuratóriumi elnöke is. Ezt az alapítványt 89. novemberében hoztuk létre. Egy baráti társaság, tehát abszolút civilek, és teljesen önálló jogi személyként működünk. Annak idején Zsolt Otília bátorított minket, hogy a fővárosi SZETA-ról váljunk le, mert az túl nagy a távolság, és akkor mi így önálló jogi személyként működünk, és megkaptuk azt az engedélyt is, hogy a fővárosi vagy az illegális SZETA-nak a nevét mi használjuk. A tevékenységünknek a célja, a filozófiája, a célcsoportja az benne van a nevünkben, tehát mi szegénységben élőkre koncentrálunk, ezen belül különösen pedig a romákra. A kisközösséget, tehát először is a saját magunknak a közösségét építgettük több éven keresztül. Kisközösségek építéséhez 2002-2003 tájéken kezdtünk neki. Ekkor a béketelepen élő embereket szerveztük össze egy ügy kapcsán. Ez az ügy a béketelepnek a rehabilitációja volt, tehát az ott élő emberek arra panaszkodtak folyamatosan, hogy nincsen utuk, nem az, hogy utuk, nincsen vízük, vezetékes vízük, nincsen szennyvízhálózatuk, nincsen utuk. Tehát, tehát a villanyon kívül semmi nem volt a telepen, volt még két közkút. Tehát az első lépésben az ott élő embereket egy érdekközösségé szerveztük, és ez az érdekközösség egyesületté vált, illetve nagyon sikeresen végigvitte a saját érdekeit, tehát a döntéshozók elé került ez a probléma, és orvosolták ezt a problémát. Ezt követően kezdtünk el kis településeken dolgozni. Elsőként Szomolyán már működött egy egyesület, és ennek a Szomolyai Magyar-Roma Egyesület, ők már megalakultak, működtek, nekik adtunk bátorságot, meg erőforrásokat a további munkájukhoz. Nem akarok hosszabb beszélni, innen már lendületesen haladtunk tovább, és Eger környéki településeken még 7
először 7 közösséget, továbbiakban még 8 közösséget sikerült összeszerveznünk és működésüket formálissá tenni. Tehát most az alapítványunk kb. 10-12 településen dolgozik, és támogatja ezeket az egyesületeket különböző intenzitással. Üdvözlök én is mindenkit, Komárói Mátyás vagyok. Egy kis technikai közreműködés hadd kérek majd, mert az én rendszerem is meghibásodott az elmúlt napokban, és én nem minden állt helyre, hogy ha nem hallnak, akkor így integetést kérek szépen majd, jó? Ez később is vonatkozik, tényleg fontos visszajelzés. Azért próbálok majd értetően beszélni. Szóval én a közös alapon programtól jöttem, mi a Gyökerek és Szárnyak Alapítványnak a programja, és ebben a formában ez a program 4 éve kezdtem meg a működését, voltak előzményei, de most inkább arra a részről beszélnék, ami az elmúlt 4 évben történt. És mi kifejezetten arra azt a célt tűztük ki, hogy Magyarországon közösségi alapítványok létrejöttét segítsük, és a létrejövő közösségi alapítványok fejlődését is támogassuk, lehetőleg minél hosszabb távon, a saját lehetőségeinkhez képest. Amit, hát ez hangsúlyozottan fontos számunkra, mert abban hiszünk, hogy egy szervezet önállóan és hosszú távon akkor fog tudni jól és hatékonyan működni, hogyha megfelelően erős gyökereket tud verni a helyi közösségben, és úgy véljük, hogy ez hát idő és sok munka kell, és ezért szeretnénk számukra minden támogatást megadni ebben az időszakban. Hát a programnak csak nagyon röviden, igazából 2015-ben kezdtünk el dolgozni 7 szervezőcsoporttal, akik azt a célt tűzték ki, hogy saját közösségükben létrehoznak egy ilyen közösségi alapítványt. És hát a program azt hiszem a legfontosabb eddig eredménye, hogy a 7 csoportból 3 sikeresen létre is hozta a közösségi alapítványt, Pécsett, Miskolcon, illetve a Dunakanyarban, és immáron 4 ilyen szervezet létezik, illetve működik velünk együtt ennek a programnak a keretében, mert a negyedik az a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, ők már 2011, azt hiszem, bocsánat, mert megkezdte a működését. Hát én arra nem sokat beszéltem, hogy mi az, hogy közösségi alapítvány, ezt a Maros Krisztében nem is szeretnék kitérni, inkább majd a témák kapcsán talán kicsit bővebbet tudok erről beszélni, de most talán kiderült eddig is belőle, hogy olyan támogató szervezet, aki egy hát földrajzilag is meghatározott területen élő közösséget szolgál. Igazából a saját ugye az maga a közösség, mert azon belül a közösség minden jellegű problémájára igyekszik nyitott lenni, próbálja a közösségben a bizalmat az emberek között megteremteni, erősíteni. Hát igazából elég sok mindennel egybevág, amit itt a korábbiakban is már az előttem szólók említettek, érték. És hát végezetül még annyit mondanék, hogy Melinda kérted, hogy a kis közösségekhez fűződő tapasztalatokról is beszéljünk, vagy az eddigi munkánkról, de erről nem olyan fogok tudni, mert hogy azért többségében nagyobb közösségekkel dolgozunk együtt, de azért őszintén bízom benne, hogy tudunk olyan tapasztalatot megosztani, ami hasznos és érdekes lesz az önök számára. Én is tisztelten köszöntök mindenkit, és akkor folytatok gyorsan. Az Ökotárs Alapítvány ebben az évben 25. éve adományokat szokott osztani többre, és emellett különböző egyéb fejlesztési technikákat, jellemzően tréningeket, egyéb más hasonló technikai segítségnyújtást szokott nyújtani. A kezdetekben elsősorban civil zöld szervezeteknek, majd miután azt tapasztaltuk a civil szervezetekkel sok-sok éven keresztül együtt dolgozva, hogy a civil világ többi ágának is szüksége lehet azokra a tudásokra, tapasztalatokra, amelyekre mi a zöldek körében szertettünk, tágítottuk a kört, amiből bűnözői mi voltunk, ismert lehet, az a Norvég civil támogatási alap 1914, amely konzorciumnak díszes része volt, a jelen programot szervező Kárpátok Alapítvány is, innen a mi régi testvériségünk. A közösségekkel való együttműködésünkről talán annyit, hogy
ezt a kezdetek óta tudtuk, hogy a zöld ügyek nyerése mentén, hogyha a zöld szervezetek, tök mindegy, hogy bagyot védenek, épületet védenek, mocsári genyókát védenek, ha nem integrálódnak a közösségükbe, ha nem nyerik meg a helyi közösséget az ügyüknek, elbuknak. És ugyanúgy vonatkozik ez településfejlesztésre, ugyanígy vonatkozik ez oktatásra, egészségügy, bármire. Tehát csak aktív közösség egyetértésével, együttműködésével lehet ügyeket megnyerni, lehet az egyéni jólétet biztosítani, ez a hitvallásunk. Egyébként ez nagyon szépen megfogalmazódik a missziónkba, de ezt ajánlom inkább a Facebookon, meg a honlapunkon olvassák el. A mostani rendezvényhez kapcsolódóan két programunk fut, ami esetleg érdeklődésre számon tartak. Az egyik a közszervez program, aminek az a lényege, hogy 10 000 főnél kisebb településekkel, illetve nagyobb városok jól körülhatárolható település részeinek közösségeivel dolgozunk együtt. Annak érdekében, hogy egy olyan csoport álljon fel, amelyik az ott élők ügyeit, problémáit meg tudja oldani, a helyzetüket, a környezetüket szerté tudja tenni. 12 közösséggel dolgozunk együtt, az ország 12 településéről, több mint egy éve segítünk nekik mentorálással, képzésekkel, mindenféle ügyes, bajos gyakorlati dologgal, és a cél az az, hogy a közösség saját maga dolgozza ki magából azt a csoportot, amelyik aztán az évek hosszú során keresztül képes a helyi ügyeket továbbvinni. A tapasztalataink változatosak, vannak csodálatosan megnyert ügyek, előrelépések, és vannak kicsit lassan zajló történetek. A másik, ami érdekes lehet, az egy roadshow, mert fővárosi szervezetként azt gondoljuk, hogy kicsit egyenlőtlen a civil tudáshoz és a civil tapasztalatokhoz, a civil közélethez való hozzáférése a vidéknek és a fővárosnak. És ezt mi nem szeretjük. Kezdetek óta nem szerettük, és ezért most az ország 5 városában hozzuk össze a civil szervezeteket, és olyan jogvédőket, egészségügyi kérdésekkel foglalkozó civileket, energiaügyekkel, zöld ügyekkel, sok minden más ügyel foglalkozó fővárosi vagy jól ismert haszfickókat viszünk le, és mondatjuk el velük vidéken, és kérdezzük meg a vidékieket arról, hogy náluk mi a gond, kapcsolatokat építünk, mert úgy gondoljuk, hogy ezeknek a tudásoknak, ismereteknek a megosztása, és a tudásszint folyamatos, vagy a tudások folyamatos cseréje, az egy nagyon fontos dolog. Köszönöm szépen a rövid bemutatkozást, és akkor vágjunk is bele a témákba. 3 témát állítottunk össze, itt olyan igényekhez igazodva, amik már itt a projektben is felmerültek a résztvevőktől. Az első megbeszélni valónk úgymond a forrásteremtés, támogatások megnyerése, pályázatok, a pénz. Ehhez kapcsolódva elsőként Zsuzsa hozzád intézném az első kérdést, aztán utána természetesen a többiektől is várnánk erre választ, hogy ugye ti mély szegénységben élő kisközösségekkel dolgoztok, ahol nagyon magas a roma népességnek a aránya. Milyen lehetőségek vannak a forrásteremtésre? Milyen támogatásokat tudtok ott gyűjteni? Kiket szólítotok meg ezek a célok érdekében? Hát ez egyszer elég sok kérdés volt, de hát azzal kezdeném, hogy a legfontosabb erőforrás az a humán erőforrás, és a mély szegénységben élő emberek,
és a romák is rengeteg erőforrással rendelkeznek, rengeteg olyan tudással, ami hasznosítható az ő településükön, vagy a, meg a saját közösségükben. Én az elmúlt évtizedekben rengeteg mindent tanultam, nagyon-nagyon sok gyakorlati tapasztalatra tettem szert, tehát a humán erőforrás, és hogy alapvetően mi úgy dolgozunk, hogy tudásmegosztás. Ő is tud valamit, én is tudok valamit, én is tanulok valamit, és ő is tanul valamit, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Továbbá nagyon-nagyon fontos, tehát én csak elmondom, hogy megtanultam rontszőnyeget készíteni a romáktól, kosarat forni, rózsát készíteni, megtanultam bodagot sütni, megtanultam cigányul főzni, és még egy csomó mindent sorolhatnék, hogy mit tanultam meg ezektől az emberektől. Igen, és nyilván én is átadtam, amiket. Igen, igen, tehát, hogy ez a legfontosabb, és ugyanakkor rosszul gondolnánk azt, hogy a mi szegénységben élők, vagy szegénységben élők nem aktivizálhatók. Igenis aktivizálhatók, hogyha megszólítjuk őket, és olyan ügyek mellé állítjuk őket, ami az ő szükségleteiknek felel meg. Tehát ezek a helyi egyesületek, akikről én beszéltem, rengeteg önkéntes munkát fektetnek bele azokba a rendezvényekbe, kulturális eseményekbe, amiket ők megszerveznek. Tehát ugye ezek nem egyemberes programok, tehát akár egy gyereknapi akadályversenyhez legalább 8-10 fő kell. Ugyanakkor humán erőforrás. Tehát a másik, tehát ez egy nagyon fontos, mert nagyon sok esetben nem kell igazából programokhoz pénz, hanem ott vannak az emberek, akik tesznek valamit, és beleteszik ezt, vagy azt, vagy amaz, sőt, még otthonról elhozzák a tojást, a lisztet, és minden egyebeket, és akkor kész a torta, vagy kész a kókuszgolyó is. A humán erőforráshoz tartozik még az is, hogy a településnek, vagy a falunak a formális, vagy informális vezetőit sikerül-e megnyernünk. Ez egy erkölcsi támogatás. Mondjuk nem minden esetben, mert nagyon ellentmondásos. Nyilván, hogyha a falunak van igazi vezetője, és az a vezető tekintélyt kapott a falu lakosságától, akkor az nagyon fontos, hogy az a vezető részt vegyen egy-egy programon, megjelenjen. Tehát a megjelenésével erkölcsileg támogassa, igen. Nyilván, amennyiben ez a települési vezető nem annyira népszerű, akkor igaz, senkinek nem hiányzik, sőt, időnként örülnek annak, hogy nincsen jelen. Példának mondanám, hogy egyik településen több éven keresztül volt havi olyan összejövetelünk, hogy civil kerekasztal, hogy a helyi közügyekről beszéljünk, közösségről mi hiányzik, és a polgármester mindig eljött, aminek az volt a következménye, hogy a kerekasztal megbeszélésen én meg a polgármester beszélt, a többiek meg hallgattak. Igen, és akkor mindenki már ugye azzal kezdte, ugye nem hívtad meg a polgármestert, de mondom, meghívtam a polgármestert. Igen, és egy idő után azért elkopott a polgármester, hogy nem kapott meg kívót, vagy megharagultunk valamiért egymásra, meg is haragultunk egymásra. Nagyon fontos nyilván a pénz is, tehát az anyagi erőforrások. Az anyagi erőforrásoknak a megszerzése, hát az bizony nagyon-nagyon nehéz. De mint elmondtam, hogy nagyon-nagyon sok dolog megoldható pénz nélkül is, tehát a közösségi összefogással. A pénzszerzés tényleg nehéz. Mindenkinek nehéz, de a pénzszerzésnek is kialakítottuk a technikáit, ami az adott közösség életében még belefér. Pénzszerzés, hogy önkéntesek sütnek süteményeket, és akkor azt a rendezvény alkalmával
mi eladjuk. Tehát, hogy abból jön egy kis forrás, tehát ugye mindig a helyi közösségek erejéhez mérjük. Nyilván nagyon fontosak a pályázati pénzek, amiknek a megszerzésében ezek az egyesületek iszonyúan nagy hátrányban vannak, adományok megszerzésében is iszonyatosan nagy hátrányban vannak, mert Budapesten ugyan ki fog adni egy 600 fős vagy 300 fős lelkes falunak akár 10 000 forintot is, ennek nincs PR értéke, egyebek, tehát minél nagyobb egy település, sem település, vagy is a civil szervezet minél nagyobb településen dolgozik, annál nagyobb az esélye annak, hogy adományokhoz és egyéb pénzforrásokhoz jusson. A harmadik erőforrásnak mondanám, tehát humán pénzügy, harmadik erőforrásnak a tárgyi eszközöket. Tehát, hogy nagyon fontosak a anyagi jellegű dolgok. Ezek az anyagi jellegű dolgok is egyrészt összeszedhetők a önkéntesektől, az egyesületi tagoktól, meg még a mikrofonom lehet hallani, vagy fölöslegesen tartom itt a kezembe. Tehát, hogy egy csomó dolgot össze lehet szedni az egyesületi tagoktól, önkéntesektől, tehát amikor közös főzés van, akkor hozzák a katlant, hozzák a üstölt, hozzák a fakanalat, hoznak egyebeket, de még az is előfordul, hogy otthonról elhozzák a hangfalakat, meg egyéb dolgokat, és akkor ezekkel jó kis bulit lehet csapni. Azért mi törekedtünk arra, hogy egy hálózatot hozzunk létre, van egy informális hálózatunk, ez az Észak-Magyarországi Settlement Hálózat, mi ezt úgy nevezzük. Igen, és a hálózaton belül is van egyfajta kölcsönadás, tehát ha úgy van, akkor visszük a sörpadokat, a kertiszékeket, a hangosítást, a pavilonokat. Igen, tehát, hogy én ezt tudom elmondani, nyilván az én szemszögömből tudom elmondani meg, hogy tudunk kölcsön kérni dolgokat egymástól, kölcsön adni egymásnak, és ez nagyon, nagyon fontos előforrás, tehát azt hiszem, akkor én itt továbbadnám. Köszönöm. Hát én azt hiszem, főleg a pénzügyi részéhez kapcsolódnék. Hol is kezdjem, olyan sok érdekes dolgot mondtad, Zsuzsa. Tényleg jó hallani, hogy tényleg egész kis közösségekben is egyébként ilyen jól megmozdulnak az emberek. Ugye, mint mondtam, mi főleg városi szinten dolgozunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy hát ott is piszkosul nehéz. Főleg az adománygyűjtés része, és hát, ami amiket most elmondott tapasztalatok, azokat egyes személyben fogom mondani, de valójában nem az én tapasztalataim, hanem azok, az emberek, akik ténylegesen végzik ezt a munkát. És hát azt mondom, az egyik legérdekesebb tanulság az volt, hogy azok a csapatok voltak igazán sikeresek, akik valójában nem pénzt kerestek, hanem kapcsolatot és partnerséget. Tehát amikor valakivel úgy tudtak leülni beszélni, hogy arra voltak kíváncsiak, hogy ő, mint aki egyébként ott él abban az adott közösségben, mit lát, hogyan gondolkodik, és utána arról tudtak beszélni, hogy ezzel ő hogyan tudna ehhez a célokhoz, hogyan tudna ő hozzájárulni, akkor ezek vezettek sikerre. Annyi háttérinformációt hadd mondjak el, hogy a programunk az adott egy kihívást ezeknek a szervező csoportoknak, méghozzá azt, hogy 2016 végéig létrehozzák ugye az alapítványt és összegyűjtenek helyben 2 000 000 forintot, akkor mi ahhoz hozzáteszünk 2 000 000-t. Most ez nagyon jó hangzik, de azért el lehet képzelni, hogy amikor a csoportok nekiálltak ennek, akkor úgy kellett, hát vagy úgy próbáltak adományt gyűjteni, hogy igazából nem volt szervezetük, nem voltak még meg az ügyeik, és úgy beszélgettek emberekkel, hogy hát van egy jó ötletünk. Ezt azért a legtöbb esetben nem mindig összekomolyan, és mégis
tehát ebből mondom azt, hogy az vezetett igazán sikerre, hogy ezáltal tudtak mégis közelebb hozni embereket, és tényleg egy összefogással tudott ez a dolog nőni. Utána meglett a szervezet, meglettek az ügyek is, és ez folyamatosan zajlik. És tehát azért mondom azt, hogy ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy igazából a kapcsolatok építése vezetett arra, hogy sikerült forrásokat, amit most kifejezetten pénzügyi erőforrásokat, de ezzel együtt más jellegű erőforrásokat is találni a helyi közösségben. Azt hiszem ebben nagyjából kiderült, hogy itt most a közösség alapítványoknál az egyik legdominánsabb adománygyűjtési hozzáállás az a személyességen alapul, és a kapcsolatokon. Hát ezt tényleg úgy lehet elképzelni, az ember elkezd gondolkodni, hogy akkor az ismerősi köréből ki tud megkeresni, ki az, aki tud ajánlani valakit, akivel érdemes beszélgetni, és ezek így sok-sok beszélgetés, sok-sok idő és sok-sok munka után eljutottak a megfelelő emberekhez, akiket tényleg érdekelt, hogy hogyan lehet, nem tudom, Miskolcot vagy Pécset, egy szebb várost, egy jobb közeget, egy jobb közösséget létrehozni. És azért az is pozitív, hogy igen, vannak ilyen emberek. Ez számunkra is megható és tanulságos volt. Azért volt időszak, amikor ebben mi sem voltunk annyira biztosan. Igen, mert hogy van sok olyan technika, ami kevésbé személyközpontú, de igazából azért is hangsúlyoztam azt, hogy ők a személyes vonalon próbálkoznak, mert akár egy rendezvényről van szó, ahol mondjuk esetlegesen használnak online technológiát, ott is igazából az mozgatja, akkor lesznek ezek sikeresek, amikor valós kapcsolatok vannak mögöttük. Legyen szó arról, hogy valaki önkéntesen vállalja, hogy fut a egy adott ügyért, és ezért kampány alakos a saját ismerősi körét szólítja meg, legyen szó egy élőadásról, amit például Miskolcon nagyon szépen, nagyon sikeresen rendeztek meg tavaly májusban. Akarok hülyeséget mondani, de ha jól emlékszem, akkor körülbelül nem egészen 3 millió forintot gyűjtöttek össze 3 ügy részére. De hát ehhez is azt kellett, hogy legyen kit megszólítani, tehát benne volt az a több mint egy éves munka, ami kialakult az, hogy legyen kit meghívni egy ilyen rendezvényre. És azt hiszem most ott továbbadom a szót. Hajjá! Szerintem sok mindent fogok ismételni, de azzal zártással kezdem, hogy a hazai civil szféra egyszerűen elaludt adománygyűjtésében. Elaludt akkor, amikor hagyta, hogy átmenjen úgy az 1% törvény, hogy nem tudatosította a friss demokrácia állampolgáraiban, hogy nem rendelkeznek maximum csak arról, hogy a kötelező adójuk 1%-át az állam hova tolja tovább, de nem a zsebükbe nyúltak. Ehhez képest viszont valamennyien tudjuk, hogy rendelkezünk közösségi hagyományokkal. Ha Rozi néni háza leég, akkor a közösség összeadja. Vagy legalábbis Rozi néninek összeadja, vagy lehetővé teszi, megoldja, elintézi, tehát ad, hogy Rozi néninek legyen valamilyen fedél a feje fölött. Nem akarom itt a különböző árvizeink történeteit és az egyéb más ilyen ügyeket, beteg gyerekek, beteg kutyák, bocsánat, hogy így egymás után a kettőt, tehát a hagyomány ott van bennünk. Tehát az csak rajtunk múlik, hogy ezt hogyan, milyen mértékben tudjuk kihasználni. Talán az első és legfontosabb, hogy amikor egy közösségben az adományozás napi gyakorlattá akarjuk tenni, akkor világosan meg kell tudnunk szólítani a közösség tagjait, hogy mire kell nekünk és micsoda. 2 forint, 5 vonalzó, 4 alma, pogácsa, és miért kell? És ez, tehát, hogy ez egy állandó kommunikációs folyamat kell, hogy legyen. Hogy az a közösség, tehát a tágabb közösség, amelyik a mi csoportunkat, mint aktív, tenni akaró csoportot még nem igazán ismer, tényleg értse és higgye el, hogy mi azt a pénzt arra akarjuk fordítani, hogy a busz megálló itt maradjon, és ne 80 kilométerrel odébb álljon meg, a kátyút rendezze az útkezelő, az iskolával legyen, mit tud, a bordással, az óvodába, fa a kertbe. Tehát
a csoport hitelességét állandóan meg kell, vagy tehát kommunikálni kell a közösség felé. A másik, minden közösség maga tudja a legjobban, hogy mik azok a módok, ahogyan náluk pénzt lehet kérni. A papot kell megkérni, hogy a misén mondja el, a tanárnőt az oskolába, a mit tudom, a polgármester kell rócsóztatni. Tehát minden közösségnek megvannak a maga specialitásai. Ha ezt egy tenni akaró csoport veszi a fáradtságot, végig gondolja, megkérdezi az időseket, megkérdezi a közösségnek a hangadóit, meg tudja, hogy mit kell csinálni, és onnantól kezdve csinálni kell sziszifuszi módon. Szerintem ennyi. Köszönöm szépen a véleményeket, hozzászólásokat. Még esetleg én annyival egészíteném ki az elhangzottakat, hogy én is civil szervezetekkel dolgozom pályázatírás, könyvelés, számviteli tanácsadás terén, és előtte én üzleti szektorban dolgoztam, és hát ugye nagy váltás volt, hogy a civil szektorba kellett átjönni, azért nem volt egyszerű. Viszont most nálam is visszajön, amit sok civil szervezetnek mondok, hogy vegyék föl ezt a vállalkozói szemléletmódot, és próbáljanak meg egy kicsit úgy gondolkozni, mint mondjuk egy vállalkozás vagy egy üzletember. Itt a forrásteremtés és az adománygyűjtésre gondolok. Tehát erre szerintem szüksége van már a civil szervezeteknek is. A második témánk az együttműködés, támogatók megnyerése, önkéntesek toborzása köré csoportosul. Az első kérdést a Foltányi Zsuzsához intézném. Ugye van nektek ez a közszervezés programotok, amit említettél a bemutatkozás alkalmával. Szeretném kérdezni, hogy ez a program során mondjuk hogyan találjátok meg azokat a kulcsembereket, milyen módszereket alkalmaztok a közösség bevonására, a közösségnek az aktivizálására, hogyan tanítjátok mondjuk velük, hogy hogyan toborozzanak önkénteseket? Tehát, hogy mi módszert adunk, nem mi toborzunk, nekik kell toborozniuk. A közösségnek magának kell ezeket a dolgokat megcselekednie, hogyha ő valóban nem egy ilyen projekt közösség akar maradni, amelyik addig, amíg van külső forrás, addig működik, aztán utána pont. Tehát én azt gondolom, hogy kifejezetten a közösségi tevékenységek azok, ahol ez nem megengedhető, mert nem lehet az ügyeinkért, tehát kátyók, lámpák hiánya, tehát ha egy év alatt nem tudjuk elérni, de egy év után nincs még ott a lámpa és a kátyó sincs betömve, de már elkezdtünk cirkuszolni a képviselőtestre, önkormányzat, közútkezelő és mindenkivel, ha egy év után abba hagyjuk ezt a tevékenységet, akkor a büdös életbe. Tehát akkor ott gödrök lesznek, nem kátyók, és sokáig. Na, tehát az önkéntesekre visszatérve, mi abban segítünk, hogy amikor ezek a közösségek jelentkeznek, és különböző szűrők után kiválasztásra kerülnek, akkor képzést kapnak. Olyan képzők segítenek nekik technikákat elsajátítani, akik saját maguk bőrén kipróbálták ezeket a technikákat a saját közösségeikben. Nagyon-nagyon sokféle módja van az önkéntesek bevonásának, azaz az erőforrás, humán erőforrás részének megszerzésének. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb ebben, hogy csak akkor kérjenek önkéntest, amikor valóban munkát tudnak adnak neki. Annál elkeserítőbb és eltántorítóbb nincs, mint amikor lelkesen indikátorokkal megszámoljuk, hogy hány önkéntest vontunk be, és van indikátorok szerint 43 nagyon kedvetlen önkéntesünk,
akik közül mindössze három került a zsíros kenyér kenése közelébe. Szóval emberekkel nem lehet indikátort játszatni. Akkor kell hívni őket, amikor van 43 kés. Ráadásul, amikor önkénteseket kérünk segítségül, akkor szerintem az a tisztességes, vagy szerintünk az a tisztességes, hogyha előre leszögezzük, hogy mihez kell nekünk önkéntes. Most ásni szeretnénk, most mit tudom én, gyereket simogatni szeretnénk, tehát hogy mindenki, aki a saját szabad idejét áldozza a közösségre, és hát ránk a civil csoportra vagy szervezetre, az mérlegelni tudja, hogy rendelkezik-e ő olyan képességgel, amire nekünk szükségünk van. Mert hogy úgy lehet megtartani szerintem az önkénteseket, hogyha ez így, tehát jól érzik magukat, de attól érzik jól magukat, hogy tényleg azt élik meg, hogy azt tudtam adni, ami a lényegem. És én is jól éreztem magam, ők is jól jártak, az ügy is előre ment. És a megtartás is akkor tisztességes, hogyha őszinteségen alapul, most mondhatnám megint, hogy kommunikáción alapul, tehát amikor elmondjuk, hogy figyelj nekünk, évente kétszer kell lámpát cserélni, ez általában ősz meg tavasz, ugye akkor tudsz jönni. Ennyi. És nem arra számít, hogy minden héten beteker egy új izzót. Tehát, hogy őszinteségre alapulóan kell, és ugyanakkor viszont nyilvánvalóan az önkéntest is benne kell tartani abba az információs hurokba, ami a közös ügyeinkről szól. Tehát attól, hogy most nem, nincs szükség az ő fizikai munkájára vagy jelenlétére, neki is nagyon jól esik, hogyha tudja, hogy nem akarok megint valami idétlen példával előrukolni, tudja, hogy az ügy nyerése érdekében hol tart a csoport, miben tudott előrelépni, milyen ígéreteket vasalt ki képviselőkből, önkormányzatból, hatóságból, stb. Tehát ennyi. Mátyás, tőled hallhatnánk valamit? Ugye a közösségi alapítványoknál is nagyon fontos, hogy megtaláljuk a kulcsembereket, önkénteseket. Igen. Elnézést. Szóval, hát nagyon fontos, mert gyakorlatilag a szervezet magja az önkéntes munkán alapszik. Hát jó ideig gyakorlatilag a kuratórium, a tagok, egy elég aktív kuratórium, csak önkéntes munkából viszi és szervezi a szervezetet. És ennek kapcsán jutott pont eszembe, hogy szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy ha már meg is vannak az önkéntesek, beleszerettek az ügybe, és tényleg teszik bele ezzel a munkát, a szívüket, mindent, hogy meddig lehet ezt, hát most csúnyán jut eszembe, tolni. Tehát, hogy hol van az a pont, ahol már nem szabad ezt önkéntes munkában elvárni, mert van az a munkamennyiség, ahol, amiben egyszerűen hirtelen, vagy hát viszonylag hamar kiégnek az emberek, és utána már csak teher lesz, és nem szerelem. Szóval ez egy érdekes játék, és veszélyes néha. De hát nagyon szép, mert egyébként tényleg, amit én láttam, mindenhol így zajlott, hogy először volt 3-4 ember, aki azt mondta, ez egy jó gondolat, hogy hozzunk létre közösségi alapítványt. Elkezdtek beszélgetni, mentek jobbra-balra ismerősökhöz, és egyre többen lettek, akik beleszerettek ebbe a dologba. És ez egészen változó, hogy ki mennyi önkéntes munkát tud egyébként beletenni az alapítvány építésébe, szervezésébe, és pont ez benne a szép is egyébként, hogy mindenki azt ajánlja bele, amit tud. De valaki lehet, hogy csak egy hónapban egyszer tud elmenni egy megbeszélésre, de akkor azzal hozzájárul, valaki pár telefont tud elintézni, de a megfelelő helyekre, valaki pedig az alapítvány vezetését viszi önkéntes munkában. És ugye ezen kívül pedig ugye vannak azért olyan események, olyan megmozdulások, amikor szintén szükségük van önkéntes munkára. Én az többségében azt láttam, hogy ott is az ismerősi körből
Lehet, hogy azonnak is köszönhető, hogy még azért friss szervezetekről van szó, tehát még más kapcsolódási pontok kevésbé alakultak ki, de ez ebből építkezik. Van egy-két rendezvény, ott megismerik őket, aki érdeklődik, az utána oda megy hozzájuk, elkérje a telefonszámot. Igazából arról nagyon ritkán hallok, hogy ilyet nagyon tapasztalatom, hogy akár mondjuk valamilyen hirdetés által, vagy nem tudom, a honlapról, Facebook oldalról, tehát hogy mondjuk ezek nem annyira szoktak jellemzők lenni szerintem, hogy így valaki ismeretlenül rátalál az alapítványra. Igen. Most itt felírtam, amit Zsuzsa mondott, érdekes volt ez a projekt közösség. Igen, tehát ezt kicsit elfelejtettem az előbb én is megerősíteni, hogy a forrás kapcsán, de itt az önkéntességnél is, hogy ha hosszú távon akarunk építkezni, most itt megint a közösségi alapítványok esetében, akkor elengedhetően fontos, hogy ezeket a mértékeket megtalálja az alapítvány, akár adomány szintjén, adománykérés szintjén, akár önkéntesség szintjén. Mind a kettő egy kapcsolódási lehetőség. Tehát igazából azt látom, hogy úgy állnak hozzá ezek a szervezetek, hogy ez egy lehetőség a cselekvésre, és ezt az adott ember, akivel találkoznak, az eldönti, hogy melyik módon tud csatlakozni. Valaki mindkét módon, valaki egy harmadik módon. Egészen változatos. Mindig az utolsónak van a legnehezebb feladata, mert hogy nem tud igazából már újat mondani. Tehát az önkéntes munkavégzéssel kapcsolatban a napi gyakorlati tapasztalatunkat tudjuk elmondani. Mindig van valami konkrét esemény, és a konkrét esemény lebonyolításához személyesen szólítunk meg embereket. És ebből adódóan sok önkéntessel dolgozunk, mert az egyik esemény alkalmával XYZ-re, a másik esemény kapcsán pedig mások érnek rá, tehát hogy ez mindig is személyes megszólítással történik, konkrét feladatokra, konkrét eseményekhez kötődően, konkrét feladatoknak az elvégzéséhez. És ennek kapcsán én szeretnék egy kitérőt tenni az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatban. Igen, tehát azon a területen, ahol mi dolgozunk, vagy végzünk a segítségünket, mi nagyon-nagyon számíthatunk a fiatalokra. Tehát a tinédzserek a 13 évtől felfelé lévő fiatalok, azok mindig ott vannak, és mindig bevonhatók különböző feladatokba, tehát önkéntesen. Sokat segítenek mindenhol. Ennek ellenére, amikor minket megszólítanak azzal, hogy jönne valaki hozzánk iskolai közösségi szolgálatra, mi fogadókészek vagyunk, csak akkor, amikor mi elmondjuk a feladatot, akkor egy kicsit elcsodálkoznak, és akkor mégsem jönnek hozzánk. Mégsem jönnek hozzá, tehát ők feladatok, hogy már az egy középiskolás tud egy alsó tagozatosnak segíteni a tanulásban, irányítás mellett kézműves foglalkozást levezetni, igen, de valami miatt ezek a feladatok, a feladatoktól vagy megijednek, vagy nem ilyenre gondoltak, ugye általában véve úgy oldják meg ezeket a közösségi szolgálatokat, hogy na, akkor kihirdetik az iskolában, hogy ma 8-tól 10-ig összesöpörjük a faleveleket az udvaron, és akkor beírnak nekik 8 óra munkavégzést. Tehát lehet, hogy az iskolák erre szocializálják rá ezeket a diákokat, ez
ezekre a fajta tevékenységekre. Jó, ez megint csak saját tapasztalat, megérzés, semmiféleképpen nem akarok általánosítani e tekintetben. Tehát ugye egyik oldalon ott látjuk, hogy a civil szervezetekhez kötődő fiatalok, civil szervezetek szolgáltatásait igénybe vívő fiatalokra mindig lehet számítani, és mindig besegítenek. Tehát lételemükké válik ez a dolog, ugye a másik oldalon, amikor meg középiskolából jönnének hasonlókra, akkor meg egy kicsit megriadnak. Volt még valami kérdés, hogy akkor ennyit. Köszönöm. Eszembe jutott, hogyha egy rövid keret átlépést megengedsz, hogy én megkérdezném, hogy a jelenlévők közül hányan önkénteskednek? Minden tiszteletem az önöké. Ez szerintem fontos látni ennek az értékét egyébként. Tehát, hogy sokszor, amit magunkban megtalálunk, azt nem biztos, hogy annyira tudjuk értékelni. Én magamban ritkán találom meg, mert rendszeresen önkénteskedek. És szerintem hatalmas dolog. És tehát nem magától értetődő. Jó. Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Még esetleg ehhez a témához egy gyors kérdést intéznék. Tudtok-e a résztvevőknek ajánlani olyan fórumokat, vagy szövetségeket, vagy olyan helyeket, ahová mondjuk csatlakozhatnak, hogy mondjuk újabb együttműködéseket tudjanak kialakítani, támogatókat nyerni, önkénteseket toborozni? Van esetleg ilyen, akár helyszinten, vagy országos szinten, mondjuk olyan szövetségek, ahová érdemes ilyen témában mondjuk csatlakozni? Bocsánat, hogy itt elkezdem, de ugye adja magát az önkéntes központ alapítvány, ahonnan módszereket, ötleteket, akár meg lehet őket kérni, hogy hasonló problémájú, vagy hasonló méretű közösség civil szervezetének tapasztalataival, vagy szervezetével hozzák össze önöket, vagy benneteket. Ez a forrás cucc, hát ez egy ilyen, hát ezt így nem ismerek sajnos ilyet. Még úgy sem, hogy én azt gondolom, hogy Közép-Európa országai közül a négy visegrádi az relatíve gyorsan megtapasztalta és megkapta az amerikai know-how-t, tehát ezt az amerikai típusú adományozási kultúrát pénzzel együtt, tehát ilyen voltunk mi is, meg még sorolhatnám sokunkat ebben a műfajban, de Magyarországon nem jött létre még mindig olyan szervezet, amelyik a hazai adományozókat vonná össze. Mi ökotársként 2004-ben, sőt 2003-ban elkezdtünk dolgozni azon, hogy legyen Magyarországon egy magyar adományozói fórum, ami tömöríti az efféle magánadományozókat, mint amilyenek mi vagyunk, meg tömörítse az akkor már születőben lévő céges adományozókat, alapítványosokat, meg nem alapítványosokat, és hát a MAF ugyan létrejött 2005-ben, de nagyon-nagyon kevés tagja van még mindig, és a sorainkban egyáltalán nem ünnepelhetünk sem Csányi alapítványt, sem Polgár alapítványt, sem, és akkor nem akarom folytatni a sort. Tehát, hogy az adományozók közös szakmai platformja sem alakult ki. Így ezután nincs ilyen cucc, amit így egybe meg lehetne szólítani, és meg lehetne mondani, hogy hát nekünk, mint civileknek, most bocsánat, átültem az egyik székből a másikba, mert ugye én is szoktam önkénteskedni, tehát hogy úgy megmondjuk, hogy mire van szükségünk. Én nagyon emlékszem arra, amikor a cián katasztrófa volt 2000-ben. És ugye ökotárs alapítványként mi akkor egy hét leforgása alatt szereztünk támogatást, mert azt mondtuk, hogy ez nem, tehát nem az a megoldás, hogy akkor most újraépítjük ugyanott a házakat, meg
Tehát minden ugyanott, miközben valamennyien, akik ökológiával, vízügyel, egyebekkel foglalkozunk, pontosan tudjuk, hogy az elmúlt 100 évben hogyan kúszott be az ember az ártérre, innentől kezdve az embert, tehát az ember csináljon valami mást, mert azt is tudjuk, hogy a globális felmelegedés mentén milyen áradások, milyen egyebek várhatók, tehát hogy úgy, szóval a víz az úrna, pont. És a lényeg, hogy azzal szembesültünk, hogy akkor mi nagyon sok nagy követségnek volt meglehetősen nagy éves kerete civilek támogatására. És azzal szembesültünk, hogy már egy döglött hal nincs a Tisza 70 kilométeres de a japán követség még mindig döglött hal összeszedésére ad. És akkor így összehívtuk az összes nagykövetséget, regionális környezetvédelmi központot, akkor még volt környezetvédelmi minisztérium, meg mit tudom, és megpróbáltunk, mint adományozók, mert ugye a források nem végtelenek. Tehát ugyanarra a dologra tök hülyeség adni, nagyon sok szempontból, hogy valahogy így racionálisan csináljuk ezt a dolgot, és olyasmire, ami nincs, arra ne akarjunk adni, mert van dosz probléma, amit viszont meg kéne oldani. Mindezt azért mondom, hogy ugye tetszettek emlékezni a dátumra, 2000. Most írunk 2017-et. És még mindig nincs Magyarországon olyan kvázi adományozói platform, ahol arról lehetne beszélgetni kontrollcsoport bevonásával, vagyis a civilek bevonásával, hogy mit kérnek a civilek. Tehát magyarán én nagyon rég mondtam el ezt a példát, de ide most nagyon kívánkozik. 91-ben olvastam valahol, Bölcs társadalomtudoszok mondták, hogy az afféle rendszerváltások, mint amiken keresztül ment Közép-Európa, azok után 30 év a társadalmi, gazdasági, politikai konszolidáció. Ebből eltelt már elég sok, ám ellenben közben volt egy EU-s csatlakozás, volt egy nem csekély infoforradalom, tehát hogy amikor már az okostelefon is mi képernyős tevékenység, mert tényleg az. Tehát én azt gondolom, hogy nem 30 év lesz ez, több lesz ez. Tehát magyarán mindenki azzal, minden közösség akkor bölcs, ha azokkal az erőforrásokkal főz, és azokkal a tudásokkal, amilyen neki van. Nincs Deus Ex Machina, nem pottyan az ölünkbe semmi, notabene, mint tudjuk, az EU-s források is csapadni fognak. Ennyi. Köszönöm szépen. Bocsánat, igen. Van lehetőségem? Van, igen. Jó. Számtalan gondolatot ébresztett az, amit elmondtál. Hát én azzal kezdeném, hogy én, mint civil, nem nagyon tartanám szerencsésnek, hogyha létrejönne egy ilyen adományozói koncentráció és platform. Abszolút nem, mert ez még nagyobb egyenlőtlenségeket hozna létre a civil szervezetek között. Tehát, hogy a civil szervezeteknek a társadalma vagy a hierarchiája az ugyanolyan, mint a magyar társadalomnak a hierarchiája. Fent vannak az elitek kevesen vannak, de rendkívül sok pénzzel gazdálkodnak, és alul vannak sokan a kis szegények és a lokál szervezetek, akik meg igazából morzsákból élnek. Tehát úgy látom, hogy a kettő között hierarchiában vagy hierarchikus rendszerben abszolút nincsen semmi különbség. Mondjuk például elmondom, hogy amit tudom, az EGVÉ civil pénz, önkormányzati pénz, a szétosztása is ugyanúgy történik, mi erre nem szoktunk pályázni, de hogy igen, mindenki veszekszik a kevéske kis koncon. És ugye azt is lehet látni, hogy ugye egyik oldalon lévő civil szervezetek
a kormánytól kapják a pénzeket formálisan és informálisan, a másik oldalon lévő nagy szervezet, akik rengeteg pénzt elvisznek, azok meg kapják, megint máshonnan kapják a pénzt. Tehát én azt gondolom, hogy nem lenne szerencsés. Minden civil szervezet keresse meg a saját támogatóit, és úgy lesz hiteles. Én elmondom, az elmúlt években a mi alapítványunk többször bekerült nagy cégek, úgymond társadalmi felelősségvállalásnak a programjába többször belekerült, de úgy, hogy mindig valaki minket javasolt. Az más kérdés, hogy nem kaptunk pénzt, mert ugye mit tudom én, 5-10 szervezetet megnéztek, de mindig személyes kapcsolatokon keresztül kerültünk be legalábbis a potenciális szervezetek köré, de ennek kell, igen, tehát ez a fontos, hogy hiteles, hogy mindenki találja meg azt, ahol ő hiteles. Nekünk például több olyan szervezet volt, gazdasági szervezet, amik éveken keresztül támogatott minket, mert hitelesek voltunk, mert meg tudták nézni a tevékenységünket, nem nagy pénzekkel támogattak, de minden évben számíthattunk rá, mert ismertek, olvassák a helyi sajtót, bármi. Tehát hogy vannak ebben ilyen nagy dolgok, és nyilván, hogyha most egy országos centrum van, akkor kiket ismernek? Nyilván nem a Bükszentmártoni Faluszépítő Egyesületet ismerik, hanem az Ökotársot, az Autonómia Alapítvány, mit tudom én, mi még sorolhatnám. Jó, tehát nekem ez a meglátásom, lehet velem nem egyetérteni, de én ezt muszáj voltam elmondani, hogy én ezzel nem értenék egyet. Köszönöm. Bocsánat, csak Zsuzsa, én sem. És nem is ezt mondtam. Én csak azt mondtam, de tehát ha figyelnél, akkor tehát, hogy ez egy szakmai egyeztetés. Tehát ahogy nekünk, tehát én tényleg nagyon sok civil szervezetben dolgozom. Nem csak az Ökotárssal is, de mással is. Nyilvánvalóan az az érdekünk, hogy ne nekünk pályázó civil szervezetként kelljen hülye kiírások, hoz igazítani a mi tevékenységünket, hanem az az érdekünk, hogy az adományozó alakítsa a mi érdekeink és a mi tevékenységünkhöz a kiírását. Tehát amikor azt mondom, hogy az adományozói fórum, az alatt azt értem, hogy a különböző adományozó szervezetek tanuljanak egymástól jól adományozni, semmi mást. És életveszélyesnek tartanám, hogyha egy poolba raknák össze a pénzt. És egyébként a saját szakmámat is szembe köpném, mert ugye ökológia meg biológiát tanulva a sokféleség híve vagyok. Mert ez az egyedüli, ami előre visz, és nem az uniszóló. Jó, elnézést, hogy félreértettem, de egyébként meg nem volt baj, mert hogy legalább erről is egy kicsit eszmét cseréltünk, és akkor igen, kicsit tájékozottabb lettünk, vagy elkezdünk gondolkodni ezen a problémán is. Igen, igen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nem feltétlenül kell egyezni minden véleménynek, csak itt más szemszögből néztétek szerintem a problémát. Térjünk át a harmadik utolsó témára, ami azért napjainkban már eléggé érinti a civil szervezeteket, ez az érdekérvényesítés, konfrontáció. Mátyás, akkor veled kezdeném az első kérdést, vagy hozzád intézném, aztán a többiek is nyilván hozzászólhatnak, ugye a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány is egy ilyen soros gyanús szervezetként kikiáltott alapítvány. Nem tudom, ti ezt hogyan éltétek meg, hogyan álltatok ki a céljaitokért a széllel szemben, úgymond. Tehát mi a helyzet, hogyha mondjuk a helyi hatalom most, ha csak mondjuk egy kis közösségben nézzük, egy falu közösségben, ahogy Zsuzsa is mondta, hogy mondjuk a polgármester vagy szembesültünk itt Nógrád megyében is egy településen, ahol a helyi képviselőtestület polgármester nem támogatja
jó kezdeményezéseket, mit kell akkor csinálni, mit javasoltok, hogyan menjünk-e a széllel szembe, a hatalom ellen, vagy húzódjunk vissza, vagy igenis tartsunk ki a céljainkért, van erre valami technika? Hú, hát erre a kérdésre nem számítottam, de azért kicsit körbejárjuk. Szóval igen, a gyökerek és szárnyak alapítvány szint, igen, szóba, vagy gyanúba keveredett, hogy Soros által támogatott szervezet, ami egyébként nem elveszte a valóságtól, mert jelen pillanatban nem, de hát ha jól emlékszem, akkor 2016-ban, de lehet, hogy az idén zárult le egy olyan program, amire kaptunk egyébként az osítól támogatást, és ugye miatt belé is kerültünk ebbe a körbe, illetve hát egyébként is külföldre támogatott szervezetnek van minősítve az alapítvány, lévén, hogy erre gyakorlatilag a teljes program időszakra. De bocsánat, most két különböző programról beszélek. Tehát amit ugye ezt a közös alapon, amiről eddig beszéltem, annak soha semmi köze nem volt egyébként a Soros alapítványnak. De hát ez nyilván nem érdekes, ott fönt. De hogy egyébként is, tehát ezt a tevékenységet hazai forrásból kizártnak tartjuk finanszírozni, és tehát törekszünk az arányoknak a javítására. Egyébként is ez volt a cél, mindenféle kormányzati támadástól függetlenül. És hogy hogyan éltük meg? Igazából nem ez volt az első. Tehát ugye a program az annak idén az NCTL támogatásával indult el, úgyhogy igazából ott már átéltünk egy ilyen, hát hogy is mondjam, publikus, vagy a nyilvánosság előtti hadjáratot. Hát itt inkább a személyes érzésemről tudok olyan szempontból beszélni, hogy ez számomra iszonyatosan megdöbbentő és nagyon rossz érzés volt. Én elég friss voltam a civil szférában, és egyszerűen megdöbbentő volt számomra az, hogyha én azért feladok sok mindent az életemben, hogy azért dolgozhassak, hogy jobbá tegyek valamit az országban, meg a világban, akkor ugye, még ha nem is várok ezért semmilyen köszönetet, de legalább ne akarjanak eltiporni emiatt. Na, tehát, hogy ez egy rossz érzés volt, és ezt idő volt feldolgozni. Én azt gondolom, hogy a hétköznapi működésre annyira nem nyomta rá a bélyegét. Szerencsére tapasztaltak kollégáim sokkal jobban viselték ezeket az időket, mostanság is, és azt hiszem manapság már én is úgy kezelem egyébként, hogy hát ez a környezet, ebben kell tudni dolgozni. És egy kicsit átkanyarodjak még ezt tudok, muszáj elmondanom ehhez, mert ez iszonyatosan ironikus. Tehát az alapítványunk hivatalosan egyébként nem szólalhat föl a civil törvény ellen, és ez pont azért nem, mert az alapítvány, aki külföldről támogat minket, ez egy amerikai alapítvány, annak a szabályzatában van megtiltva, hogy az ő általa támogatott szervezet, azaz mi, bármilyen nemű lobby tevékenységet folytassunk, és az ő megítélésük, illetve rendszerük szerint az már lobby tevékenység, hogyha bármilyen módon ellene szólunk, vagy nyilvánosan bármiféle erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy egy törvényt befolyásoljunk, vagy véleményt nyilvánítsunk róla. Igen, szóval ez egy érdekes kettőség. És igen, és hogy átkanyarodjak, szerintem ez egy egészen más szint, mint amikor helyi szinten nem sikerül kijönni az önkormányzattal. Tehát, hogy tőlünk azért a hétköznapi valóságban messze vannak ezek az emberek, akikkel úgymond a konfliktus van, vagy úgy látszik, hogy van. Szerintem az egy egészen más érzés lehet, ebben szerencsére nem volt személyes részem még, amikor egy településen élünk esetleg azzal az emberrel, akivel egyszerűen nem tudunk együtt dolgozni a helyi közösség ügyéért. Szóval hát nagyon kíváncsi vagyok a kolléganők tapasztalataira ebben. A közösségi alapítványok részéről annyit tudok elmondani, hogy még nagyon kezdetlegesek a kapcsolatok, tehát nincs igazából arra példa, hogy komoly konfrontáció lett volna a helyi hatalommal. Ugye óvatos kapcsolatkeresés mutatkozik igazából mindenhol. Valahol vannak egész jó kezdeményezések, de azért az fontos, hogy az alapítványoknál, ahogy én látom, hogy próbálnak egy igazi függetlenséget megőrizni, így tényleg
egy ilyen semleges, politikailag semleges pozíciót felvenni, és ennek következtében működni. Hát erre való az erőtérkép, tehát ez az unikál, vagy ez a megoldás. Bocsánat, tehát első pont, igen, konfrontálódjunk, mert egyébként nem nyerjük meg az ügyünket. De a kérdés az az, hogy mikor, meg kivel. Ahhoz, hogy ezt kiderítsük, ahhoz kell egy erőtérkép, amiből kiderül, hogy minden. Tehát kiderül, hogy amit mi szeretnénk, azt még kik szeretnék, magyarán ki van mellettünk, ki van ellenünk, ki az, aki tud nekünk segíteni abban, magunk mellé állítva, hogy megnyerjük az ügy. Ez egy roppant egyszerű logikus folyamat, gyanúm szerint nagy menő politológiai főiskolákon is ezt tanítják, tehát hogy ebben semmi különleges dolog nincs, egyszerűen konzekvensen végig kell csinálni, akár járdáról van szó, akár óvodáról van szó, tök mindennyire vízi tulipánok, vagy mit szoktak, muskátlizni szoktak. Szóval mindenre végig lehet csinálni, és utána ezeket a kapcsolatokat kezelni kell. Tehát akit magunk mellé akarunk állítani, azt végig kell gondolni, hogy hogyan, mikor, mivel. Akit nem tudunk, azon el lehet gondolkodni, hogy tudjuk-e semlegesíteni, mivel. Hogy ez ennyi. És én azt gondolom, hogy igenis, van, amikor konfrontálódni kell. Tehát én azt gondolom, hogy amikor egy csoport létrejön, meg egy civil szervezet, és egy közösség érdekeit kezdi képviselni, vagy egy közösség ügyét, és ebbe én ugyanúgy beleértem a mondjuk az állatvédőket is, tudván azt, hogy a közösség nem minden tagjának szimpatikus, az állatmenhely működtetése, de hát szóval az embernek van köze ahhoz, hogy ennyi kókorkutya van, ezt bevallatjuk magunknak, tehát magyarán ezekben az ügyekben végül is nem barátkozni akarunk mi azokkal a hatóságokkal, akiknek az lenne a dolga, amit mi itt megcsinálunk helyettük. Tehát mi el akarjuk érni azt, amit célul tűzünk ki. Zsuzsa, te hozzászólsz a... Hát igen. igen, hogy próbáltam egy-két gondolatot felírni, ami így előjött bennem. Tehát ez a konfrontáció kérdése. Mikor, hogy, merre, meddig, tehát ugye akkor induljunk ki abból, hogy mi a civilek dolga. A civileknek az a dolga, hogy kontrollt gyakoroljanak a társadalom felett és az állam felett. Hiszen az állam a magánemberektől és a civilektől rengeteg erőforrást elvesznek. Az államnak önmagában nincs pénze. Abból van pénze, amit begyűjt a magánszemélyektől, gazdasági szervezetektől, különböző adók formájában. Ma egy dolgozó állampolgár a fizetésének, éves fizetésének körülbelül 56%-át kapja meg, mert levonják SZIA-tól kezdve, mit tudom én, micsoda, és ami még marad, abból is még 27%-ot tudod az államnak áfába. Tehát rengeteg pénzt elvesz a magyar állam tőlünk. Ez most politikától független, kormánytól független. Azért mégiscsak felmerülhet bennünk az a kérdés. Nem kéne egy kicsit kontrollálni azt, hogy mire költi az állam azt a pénzt, amit tőlünk elvesz? Nem kéne egy kicsit megnézni, hogy mire költi az a polgármester, az az országgyűlési képviselő, bárki, aki az államból él, mi az állam pénzéből fizetjük az APEC-es ügyintézőktől kezdve mindent. Igen, nem kellene megnézni, hogy mennyi pénz megy ki az APEC háznak a fűtésére, vagy a villanyszámlájára és egyéb más? Jó, nem akarok tovább menni ebbe a dologba, csak azt akartam érzékeltetni, hogy a civilek elsődleges szerepe a kontroll. És az a kontroll lehet az, hogy ugye azt nézem meg,
hogy az állam a saját pénzemből a saját szükségleteimet hogy elégíti ki. Ugye? Hogy az én szükségletemet hogy elégíti ki. Van szükségem közvilágításra, járdára, egészséges ivóvízre, jó iskolára, jó egészségügyre. Tehát ne az legyen már, hogy 2 évet kell várni egy akármire, egy sima konzolvizsgálatra, igaz? Mert hogy akkor azt is megnézem, hogy persze vannak speciális szükségletek, tehát ugye a kontroll mellett, hogyha kontrollálok, akkor ugye észreveszem azt, hogy az állam milyen tömeges szükségletet elégít ki, meg észreveszem azt, hogy milyen olyan speciális szükségletet nem elégít ki, akkor én, mint civil, megpróbálok arra rászervezni dolgot. Például az autista gyerekeknek az óvodáztatását, az iskoláztatását az állam közvetlenül nem tudja kielégíteni. Ezért nyilván civil szervezetek azok, akik ezt a feladatot speciálisan, pontosan a problémával rendelkezők, azok ezt speciálisan kielégítik, erre szerveződnek. Igaz, tehát kontroll, hiányokat fedezek fel, a hiányokat vagy ki nyomást gyakorlok is az állam adja ki, vagy pedig erre a hiányra én szervezek rá valami dolgot. Igen, tehát akkor ebből indulhatunk ki, hogy mi ez a civileknek a szerepe. És hogyha ez nem politika, hanem közügyek, közpolitikáról van szó. És hogyha ezekben a közügyekben, helyi közpolitikai ügyekben, ami nem pártpolitika, hanem közpolitika, akkor igenis itt fel kell tárni a hiányosságokat, és vállalni kell a vitát. Csak nálunk az a probléma, hogy minden át van politizálva. Mert ugye abban a jelszóban élünk már 8 éve, ha nem vagy velünk, akkor ellenünk vagy. Ugye? És akkor mindenki ellenség. Ha valaki meg mer szólalni, vagy kritizálni meg valamit, akkor ugye azt mondja, hogy te ellenség vagy. Elég régóta foglalkozok azzal, hogy az óvodáknak a nyitvatartása törvénytelen. Nem csak kis településeken, hanem itt Egerben is. Tehát az önkormányzatok, meg az állam mulasztásos törvénysértést követel. De hogyha én ezt elmondom, meg más elmondja, akkor ő már rögtön ellenség. Azt, tehát ugye elmondom, hogy XY településen, uram, bocsán, máson a házirendben, máson az alapítókiratban, meg a papíron, meg másképp tudják bevinni a szülők a gyereket az óvodába, és mivel az óvoda nem tartja be a törvényeket, ezért az ott élő szülők, kisgyerekesek nem tudnak elmenni dolgozni. Mert helyben nincs munkahely, mire kinyit az óvoda, addigra elmegy a busz. Bocs. Remélem, hogy nem kanyarodok el. Tehát ugye... tehát, hogy még egyszer összefoglalnám, és akkor abba hagynám, mielőtt még nagyon belelóválnám magamat a dolgoknak a részletezésében. Tehát, hogy akkor mi a civileknek a feladata? Igen, szerintem ez. Közpolitikai kérdésekről van szó, közügyekről van szó, és nyilván olyan közügyekről van szó, amiben az adott ember is valamilyen módon érintett. Egészséges bármi. Igen, fel kell vállalni. Fel kell vállalni a vitát, meg a konfrontációt, mert ezt egyik jó barátom szokta mondani, mert ha nem szólunk, akkor úgy gondolják, hogy minden rendben van. Tehát, ha nem szólunk, hogy az óvoda nyitvatartás nem felel meg a törvényeknek, akkor azt hiszik, hogy oké, minden rendben van, lehet sunyítani, és le lehet maszatolni a dolgokat. És az a baj, hogy nagyon-nagyon régóta nem adunk visszajelzéseket arról, hogy nincs rendben semmi. Bocsánat, nincs rendben az etika, az erkölcs, a hittan, meg minden egyebek. Nem adunk visszajelzést. Köszönöm.
köszönöm szépen a hozzászólásokat mindhárom témához. És akkor most jöhetnek a kérdések, hogyha vannak, bármely az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy ha esetleg azon kívül, de ugye érinti a projekt témáját, vagy a felhozott témákat, akkor várjuk a kérdéseket. Endre. Én Zerényi Endre vagyok, az Agriker Barátkörnek az elnöke. Én egy egész eretnek dolgot szeretnék elkövetni. Én azt gondolom, hogy az asztal túlsó oldalán ülnek, azok mással foglalkoznak, mint ők itt ülnek a padsorban. Már konkrétan az utolsó mondatokkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ha valamit el akarunk intézni, az bármennyire is alulról jövő, kellene lenni egy olyan érdekvédelmi szervnek, a civileknél is, lehet így mondani, akik megfelelő szinten tudnak tárgyalni azokkal, akikkel szükséges. Mert az, hogy tehát a konfrontációt felvállalni folyamatosan, az egy községben minél kisebb, annál rosszabb. Mert azok már személyes kapcsolatok gyakorlatilag, és valószínű, hogy nem jó. Tehát amiket hallottunk érdekvédelem, mit tudom én egész más mondanék. Civileknek az a dolga, hogy szervezzenek és építkezzenek. Tehát nem az a dolga, hogy állandóan konfrontálódjunk és valakivel veszekedjünk és civakodjunk, hanem az és a civil szervezetek arra alakultak tulajdonképpen, hogy helyben élhetőbb közösségeket tudjunk kialakítani. Az élhető közösség az azt jelenti, hogy együtt jól érezzük magunkat, és nem az, hogy örökké konfrontálódjunk. Tehát ugye az nem jelenti az, hogyha valami gondunk van, hogy ne menjünk sehol, vagy ne foglalkozunk vele, de azt jelenti, hogy a 365 napból mondjuk 5 napot vagy 6 napot civakodjunk, ha kell, és a többi napon pedig igyekezünk olyan dolgokat csinálni, hogy a közösség legyen és jól érezze magát. Na most amire ki akartam térni, a legnagyobb problémánk az, hogy legyen. Mert nem nagyon van. Hát sajnos valamelyik nap olvastam valamelyik újságban, azt hiszem a Szabadföldben, hogy a takarék szövetkezetek is mozgó bankot akarnak létrehozni. Hát lassan odaérünk, hogy megszűnik a felső tagozat, aztán lassan majd az alsó tagozat, aztán a polgármesteri hivatal, aztán ugye megszűnik az iskola, de lassan megszűnik a bolt, megszűnik a kocsma, és hát a takarék szövetkezet meg már ugye mozgó postát már ismerjük. Na most abban a községben, ahol nincsenek valamilyen szervezetek, most nem muszáj civil szervezetnek hívni, azok a községek ki fognak örülni és meg fognak halni. Tehát körülbelül erre lehet számolni. Mi azt mondjuk a magunk munkája révén, hogy minél kisebb egy község, annál inkább együtt kell dolgozni, tehát együtt kell dolgozni a szakvezetése vagy a polgármesteri hivatal, és nem ellene, és nem civakodni kell, hanem valamilyen módon meg kell találni a közös hangot. Tehát építkezni kell. És ez az építkezéshez hozzá tartozik az is, és talán itt van a legnagyobb probléma, hogy létre kell hozni valós közösségeket. A valós közösség az nekem a fülemnek baj volt az, amikor, hogy önkénteseket kell toborozni, mit tudom én. Nem önkénteseket kell toborozni, hanem kis csoportokat kell létrehozni, akik szívesen dolgoznak együtt egész évben. Mert ha én egyszer valakit megbízok, hogy gyere el és csavard be azt a villanykörtét, mert ugye volt egy ilyen példa villanykörtét becsavarni, az becsavarja a villanykörtét, hazamegy, lehet egy fél évig meg van elégedve, hogy én csináltam valamit. De nem erre van szükség. Arra van szükség, hogy gyakran összejöjjünk, beszélgessünk olyan témákról, amit mindenkit érdekel, vagy amit éppen annak a csoportnak az érdeke, és próbáljunk valamit közösen csinálni a községünk érdekében, a falu érdekében, vagy a város érdekében, és akkor lesz közösség. Tehát akkor, hogyha én egy embert megszólítok, és az eljön, és segít, és csinálunk valamit, utána meg hazamegy, az nem közösség. Na, én azt hiszem, hogy ezzel azt is mondtam, hogy nem lehet azt úgy csinálni, hogy arra alakuljon a közösség, hogy konfrontáció legyen a polgármesteri hivatallal, vagy bárki mással. Nyilván az is kell, hogy az érdekeinket valamilyen módon megvédjük, de annak meg az volna jó, ha volna olyan szervezete a civil szférának, aki hangot tud adni annak, hogy az alulról jövő javaslatoknak
mi volna a megoldása, és hogy ezt kivel lehetne. Mert az, hogy a faluban neki áll vitatkozni a polgármester, meg a jegyző, meg itt valaki, az nem lesz megoldás. Na, köszönöm szépen. Tehát én szerintem nem mondunk egymásnak ellent. És egyébként én, tehát a villanykötet csavarás klasszikus esete, az nem összeegyeztethetetlen azzal, hogy érezzük jól magunkat. Én egy olyan szervezettel, jelesül az ELTE Természetvédelmi Klubbal kezdtem ősi pályafutásomat 84-ben, amely 84-ben azt mondta, hogy no way, hogy a Szársomlyó hegyet szétszedje a külszíni bányászat, mert az olyan értékeket őriz az ott élő falvaknak és valamennyinek, hogy azt nem szabad. És miközben baromira konspiráltunk és ellentmondtunk a hatóságoknak, minden héten jól éreztük magunkat, mert volt egy teafőzőnk, és baromira szerettünk közösen teázni és vihorazni. Tehát a két dolog egyáltalán sem mond ellen. Ez az egyik része. A másik része, amit, tehát lefordítva az ön szavait, hogy milyen jó lenne, ha lenne olyan szervezet a magyar civil szektorban, amelyik segít ezeket a konfrontációkat megoldani. Ez a mi közszervez programunk, ez a meglehetősen eklatáns példa arra, hogy a 12 közösség, amelyik most nagyon-nagyon dolgozik, ott legalább 6-ban, amikor kiválasztották azt az ügyet, amit ők szeretnének megnyerni, legalább 6, az egy tisztán jogi cucc volt, tehát jogász kellett hozzá. Mert építésügyi szabályzat, mit tudom én, milyen hatósági eljárás rend, és hát azért ahhoz jobb, ha jogász van, aki... Tehát nem neki mentek a polgármesternek, vagy az építési ügyintézőnek, vagy a nem tudom énkinek, hanem vannak olyan jogsegély szolgálatok, hála Istennek, ugye a civil szervezetek számára is, TASZ-nak is, nem sorolom őket a sok mindenkinek, akik ezekben az esetekben tudnak segíteni. Ez az egyik része, de a másik része, azt azért én nehezen tudom elképzelni, hogy amikor van egy közösség, amely közös, és nagyon igaza van ebben a kicsi település, amelynek már nincs postája, nincs iskolája, már még mozgó a takarék szövetkezete is. Én egy ilyen faluban lakom, ami egyébként nem kicsi, mert 3000 fős. És már nincs iskolánk, postánk még van, de amúgy egy tökre alvó falu vagyunk. De mindettől függetlenül, tehát azt gondolom, hogy mi, akik ott lakunk, mi választottuk azt a polgármester. Notabene azt a képviselő testületet is. Tehát azt gondolom, hogy neki az lenne a dolga, hogy ő odafigyeljen, hogy mi ott homokozót akarunk, meg muskátlit. De ha ő nem figyel oda, akkor nincs az az Atya Úristen, aki kívülről belenyomja az órát, hogy figyelj, ezek itt homok. Nem, azt nekünk kell belenyomni az ő órát, tehát konfrontálódni vagyunk kénytelenek vele. Legalábbis én ezt így látom, lehet, hogy rosszul, de én ezt így látom. Jó, na de most közúthoz, jó, én értem, de vannak dolgok, amiket nem tudunk. Hát egy közútat megcsinál, egy nagyon tevékeny közösség, nem tud. Tehát vannak esetek, amikor... Nagyon fontos azt kijelenteni, meg pontosítani, hogy a konfrontáció, meg a vita, az nem civakodást jelent, hanem különböző nézőpontoknak az egyeztetését jelenti, és ezeket nagyon kulturáltan és felkészülten végig lehet vinni. Nyilván, hogyha a polgármester is felkészült, meg a civilek is felkészültek, akkor ezt le lehet egyeztetni nagyon szépen kulturált formában, és nyilván ilyenkor a településnek, a vezetőinek be kell látnia, hogy ahhoz, hogy a polgárok jól érezzék magukat azon a településen, muszáj figyelembe venni az ő véleményüket és a követelésüket. Tehát ezt szerettem volna hozzátenni,
És igen, akkor, amikor az érdekeinket, vagy a jogainkat sértik, mert bizonyos jogoktól megfosztanak minket, akkor muszáj, hogy megszólaljunk. Csak példaképpen mondanám, hogy itt Eger környéki településeken, kis településeken nem tartják be azt a jogszabályt, hogy a testületi ülésekről minimum 8 nappal tájékoztatni kell a lakosságot, ki kell függeszteni nyilvánosan. Tulajdonképpen jogot sértenek meg, mert nem teszik lehetővé azt, hogy a helyi lakosok elmenjenek a nyilvános ülésekre. Nagyon-nagyon sok olyan probléma van, ami az állampolgári jogainkat sérti, amitől saját magunk jobbá tehetnénk az életünket. Jó? Tehát a vita nem civakodás. Köszönjük. Hogyha van reakció? Most kikapcsolatom? Jó, most jó. Szóval csak nagyon röviden. Nem akarok tényleg senkit védeni, mert tudom, én is nagyon sok problémát látok polgármesteri szinten, meg minden. Nem mindegy. Csak egy tényleg egy személyes dolog jutott eszembe. Én korábban a társaságkezelő voltam, és kicsit idevágónak érzem, hogy azért a másik oldal is nagyon nehéz. Nem voltam egy polgármester, és azért hoztam a társaságkezelő oldalt, mert azért ott is az volt a tapasztalat, hogy nem volt olyan ház, ahol minden rendben lett volna. A legnagyobb erőfeszítéseim ellenére sem. Tehát, hogy bármennyire is ott volt a jó szándék, valami az idő kellett, valami ez a felsőbb hatalom nem engedett tovább jutni. És azt hiszem megörültem volna, hogy ott laktam volna azokban a házakban. Mármint, hogyha tényleg folyamatosan mindenki esetlegesen nem a megfelelő módon konfrontálódott volna azzal kapcsolatban, hogy miért nincs megoldva ez meg az. Szóval én csak azt mondom, hogy bizonyos esetekben meg lehet érteni, tehát hogy próbáljunk azért áthelyezkedni a másik oldalra is, hogy nem biztos, hogy az akaráson múlik az, hogy valamit nem tudnak elintézni. Én pártolom azt, hogy partnerileg álljunk hozzá a helyi hatalomhoz is. Persze ez az is kell, hogy ő is újjájon hozzánk. Ez egy kölcsönös dolog. De én nagyon tisztelem ment ezért a hozzászólásért, és köszönöm, hogy elmondta, mert nagyon jó, hogyha partnerileg tudnak hozzáállni egymáshoz, és közösen keresni azt, hogy mi lehet a megoldás. Egyéb kérdés? Esetleg az elhangzottakhoz? Ha nincs, akkor én megköszönöm a beszélgetés résztvevőinek, hogy véleményükkel, hozzászólásukkal emelték itt a szakmai színvonalát a konferenciának, és akkor átadom Boginak a szót. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a panel résztvevőinek, illetve Endrének a hozzászólást. Én csak annyit tennék hozzá, hogy a közösségszervezés, közösségfejlesztés szakirodalma, vagy szakmája módszertanilag egyébként azt a különbséget teszi a közösségfejlesztés és a közösségszervezés között, legalábbis az amerikai szakirodalomban, hogy a közösségszervezők a közösségszervezést nyíltan felvállalja a konfrontációt, a közösségfejlesztés pedig inkább kerüli, és mindent próbál együttműködően, együttműködéssel megoldani. Tehát ez a kérdés a panel beszélgetésben ezért is volt beépítve, illetve ugye tudjuk, hogy a közösségi alapítványokat inkább a közösségfejlesztés módszerével hozzák létre, és például a Zsuzsáék szervezete, illetve a közszervezés program is inkább a közösségszervezés módszertanával dolgozik. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő részvételt, remélem, hogy
sikerült hozzájárulnunk ahhoz, hogy egymásról tanuljunk, és hogy sikeres lesz a projektben a jövőbeni együttműködésünk. Hamarosan tavasszal szervezünk egy nagyobb rendezvényt, ahogy a mai nap folyamán elhangzott, ennek az első éves közös munkának a kiértékelésére, illetve a közös, következő éves közös munka indítására. Akkor is megpróbálunk majd egy szakmai jellegű tanácskozást, egy konferenciát szervezni, hogy tudjuk a kapcsolatok épülését, illetve a tudásbővítést segíteni. Facebook oldalunkon, illetve az alapítvány honlapján megtalálható lesz valamennyi előadás, fénykép, videó, illetve hogyha megkerestek bennünket, akkor szívesen elküldjük e-mailen. Még egyszer nagyon szépen köszönöm.